Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Velikoju povahoju vitaju vas svih. Vajda Péter vagyok Magyarországról. Ja, Vajda Péter z Uhorszczyny. A Filazonai cégnek és termékcsaládnak az egyik tulajdonosa. Ja je vlastnikom firmy, odna iz vlastnikom firmy, semejstva Filozenit. Köszönöm szépen a meghívást, és egyben szomorú számomra, hogy itt se jobb a helyzet, mint nálunk. Ja duże wdzięczny za zaproszenie, ale duże z hirkotoju fiksuju, że na żal w Ukrainie to, że najkrasza sytuacja w tych pytaniach jak w Europejskim Sojuszu. Viszont nagyon öröm számomra az, hogy itt már legalább keresik a megoldást. Ale duże raduje mene, tut, chociaż już szukają tego położenia. És szeretnék gratulálni önöknek ehhez, hogy külön egy konferenciát szerveztek ennek a megoldásnak a keresésére, kutatására. Ja duże witaju i znahody tej konferencji, jaka imano preświadczenia wyrieszeniu tych problemnych pytań. Legelőször is szeretném megmutatni azt, hogy mik valójában a baktériumok. Ja chciałbym wam przedstawić koroteńko, co takie imano bakterii w naszym rozumieniu. Hiszen mivel ezek nem látható élőlények, poszkiki van enne védelmi dla nas. Ezért lehet, hogy e körül egy köt van, akár az önök elképzelésében is. I zvyczajno może bute w naszych udziałach cet tumanom okutano te vse istnuvanja ich. Hiszen általában a baktériumokról a hétköznapi értelemben vannak ismereteink. I nasze zdania obmeżują się w powszechnym użyciu, imenno po bakterii to, co duże elementarnie. Ugye a legalapvetőbb tényező a emésztésünkben, tehát a bélflórában lévő baktériumok. Zwyczajno, odna z naszych rozumieńce bakterii, jakie w ludzkom organizmie uczestniczą w przetrawleniu jeży. De hogyha jól megnézzük, akkor nem lenne sajt, nem lenne bor, vagy sör, vagy nagyon sok alap élelmiszerünk baktériumok nélkül. Jak sobi is elkezdődött a kapitány, az vicsájt, amit bát, zdájem a so, ni szíru, ni vena, ni piva, ni inség produktív, ne iszkuvalo bez účastí v baktérii. És a baktériumoknak a fontosságát mi nem támasztja jobban alá, hogy az egészségiparban, tehát a gyógyszer előállításoknak is egy nagyon alapvető tényezője. I u pytaniach ochrony zdrowia i farmaceutycznych pytaniach wyczajno to, że bakterii zajmują odne i sprawiednych miejsc. Tehát nyugodtan lehet azt mondani, hogy baktériumok nélkül nincs élet a Földön. I może jest spokojno zajawiety, że bez bakterii ne istnuvalo vzahli życia na zemni kuli. Na rendben van, de miért fontos ez önöknek, vagy miért fontos ez a gazdálkodóknak, vagy akik a talajból, vagy a termelésből élnek? I tu wynikaje pytanie, co chce dla nas ważnego, albo dla tych towarowyrobników, jakie zarobiają na powszechne życie, imenno u agrarnych pytaniach, albo i zemli. Jó, hogy kevés az idő, ezért csak két szélsőséges példán keresztül szeretném ezt megmutatni önöknek. Poszkikiem trochę obmerzenie w czas, jak chociażby imenno na dwóch krajnostiach pokazati i kroju agrarnom wyrobnictwie. Hát ez egy szép növény, ugye? Jak vy tuvete, to je hárna rostlina. Borsó, igen. Igen, borsó. To je horok. Ez a termelőre az a jellemző, hogy 3,5 pH körüli talajon, tehát salas körülmények között termel. Значит, якщо взяти показники цього грунту, це около 3,5 pH. 0,3-0,5 humus tartalommal. Процент гумусу від 0,3 до 0,5%. Tehát nagyon jó minőségű talajon. Якщо це в латках взяти, це високої якості, звичайно, грунти. Nem véletlenül néz ki így a növények. І не випадково виглядають так рослини в даному випадку горох. Még elkezdtük megkeresni a megoldást, hogy mitől lehet ez mégis. Mi počali szukati imenno persu czerhu przyczyny, від чого така ситуація виникла. Ezért elkezdtünk talajtani vizsgálatokat végezni. I першим пунктом у нас було ретельний аналіз грунту. A talajtani vizsgálatok véleményem szerint nélkülözhetetlenek a gazdaságos és eredményes növénytermesztéshez. I na našu dumku, щоб успішно проваджувати і здійснювати сільськогосподарське виробництво, практично воно не може існувати без аналізу ґрунту. Hiszen a talaj az nem csak egy fizikális közeg.
оскільки ґрунт – це не тільки фізичний стан якогось матеріалу. A talaj az egy komplex élő rendszer. Bo це є дуже складне середовище життєдіяльності різних організмів. És hogyan akarunk ebből a komplex élő rendszerből minél többet kinyerni, ha nem tudjuk, mi van benne? І як ми хочемо звідтам забрати чим більше, якщо ми не знаємо, що там знаходиться? És ez itt már a problémára a megoldásnak a része. І це вже частина вирішення тих проблем, які ми стараємося вирішити. Mi 20 éve foglalkozunk azzal, hogy mi a megoldás a talajoknak a degradálódására. І ми 20 років іменно займаємося питаннями, які приводять, які існують вже до деградації ґрунтів. Folyamatos elemzéseket, folyamatos kísérleteket végzünk és végeztünk. Ми робимо послідовно і регулярні досліди і аналізи. Ezért megvizsgáltuk ezt a talajt is, amit az előbb mutattam, annak a területnek a talaját, amin ez a borsó és ez a kukorica nem tudott kifejlődni. І само собою, отут перед вами результати аналізу того ґрунту, що було на попередніх зображеннях, де горох був. Vizsgáltuk a pH-t, a humuszt. Ми провірили її кислотність і міст гумусу. Мікро-макроелементи. І наявність мікро-макроелементів. Visszamaradt szermaradványokat. І навіть залишки пестицидів і інших кемікалій. Viszont nem találtunk semmit. Але нічого не знайшли такого, щоб це могло спричинювати. Ezért tovább kerestük. І тоді далі шукали. És megtaláltuk azt az alapvető problémát, amit nem csak ennél a termelőnél, hanem nagyon sok gazdálkodónál tapasztaltunk, nem csak Magyarországon, hanem más országokban is. І в кінці-кінці ми все-таки знайшли ту проблему, яка характерна не тільки для сільськогосподарських товаровиробників Угорщини, а навколишніх держав теж. Ugyanis ebben a talajban, hogyha jól megnézzük, ebből a talajból vettünk mintát és kikentük Petri csészére. Ну і відібрані нами аналізи ми поклали у відповідні лабораторні посудини. Jó látható itt ezek a rózsaszín foltok. Ici rozovi piatna, plámi. Mik lehetnek ezek? Jak vy думаете, що це таке? Кажіть, будь ласка. Mondjad. Fuzárium. Це фузаріоз. A fekete foltok azok meg penészgombák. A csorni plámi, це zaraження ґрунту грибковою пліснєвою. Tehát ezen a területen a káros gombáknak a állománya nagyon nagy mértékben megnövekedett. І на цій території при аналізі виявилось, що іменно патогенних, кількість патогенних бактерій і грибкових, значить, виросли у декілька разів вище всякого допустимого. A hasznos baktériumoknak az állománya pedig nagyon minimálisra lecsökkent. A kilkiszt korisztnek baktéri pálo do minimumu, praktično, do kritično minimumu. Tehát felborult a természetes biológiai egyensúly. Tobto biologicna rinnováha perevernula sa znik na golove. Ilyenkor a talaj elkezd szétesni. І в таких випадках ґрунт, як такий, починає, як ми називаємо, розпадатися. Elkezdtük a vizsgálatokat, és elkezdtük ennek a talajnak a kezelését. І ми після проведення аналізу почали, як би сказати, лікувати даний ґрунт. Ez a Petri csésze, ez egy 24 órával későbbi kép, tehát filazonittal megkezeltük azt a gombákkal tele Petri csészét. Тобто заражений ґрунт, що бачите там з правої сторони знизу, значить ми обробили нашим біопрепаратом філазоніт. І це, бачите, оце іменно зображення через 24 години. 24 óra múlva látszik, hogy nagyon nagy mértékben lecsökkent a gombás fertőzés. І вже видно, що за добу вже наскільки, значить, кількість патогенних бактерій зменшилася. A felső Petri csésze az pedig 72 óra teljes mértékben megszűnt a gombás fertőzés. Ez mind nagyon szép, de ez csak egy labor. Ezért elkezdtük a területnek a kezelését is.
Bal oldalt látható a kezelt terület. Az lieva i strane bacete obrobrane tak de velikovana teritorija ploscia. És itt nagyon szépen látszik az elválás. Itt a kezeletlen terület. Kordon, jaki zasijano pistacio kukuruzoju, otse imeno tošo dalešere dla kontrolju. Ami látszik, hogy ez nem vízállás. Itt možno pobacete, šo це не затримка вологи чи надмірна чи води. Az nem vízállás, az nem vízállás. Tehát ezek itt a koltok... Szüdeti plámi cenne zarakunak, ha tám vadász. Eznek nem víznyomás miatt vannak. Cenne izzanad lesz kovat ez kunahúk vadé. Szóval elkezdtük feljavítani kint is a területet. Így mi pacsale imen na cég plassák, ez azt a szóvat na technológió. És egyszerűen a termelő újra hasznot tudott lehozni a területéről. Így pisztetsz az vecsájna verobnék obrátna, míg verobljáte prebútak is svojí teretóri zemelnei plass. Pedig hozzá kell tegyem, hogy előző években rengeteg pénzt elköltött messzezésre. Így treba skazát, és a poperennyi krokát duze valaki szume kosti vin potrátev na vidnovlenia, v tomu česli na lapnuvány. Amivel természetesen a pH-t tudta emelni. Da, samo szobójú riveny pH do neutrálneho nablezel. De az alapvető problémát azt nem kezelte. Ale osnovnú problému nevdalosi mu likvidováte. Ahogy mondtam, a talaj az egy komplex élő rendszer. I jako čušarad naholosete, šo grunt se duže skladný komplex istnúvania živých organizm, vzájemoistnúvania živých organizm. És a fizikai állapota is az élő világától függ, tehát az ebben lévő mikroorganizmusoktól. I jeho fizičný stan gruntu polní míry záleží od najavných cech i kilkosti i skladu najavných živých istot daného gruntu. A másik szélsőség, biztos hallottak róla, 2010-ben Magyarországon volt egy óriási katasztrófa. Ви напевно маєте інформацію, це друга крайність. У 2010 році в Угорщині була, ну, на жаль, техногенна катастрофа. Amikor a Dunántúlon, ugye Devecser és Kolontár környékén. Коли у нас це не чумках Девечер і Голонтар, значить, це, якщо взяти, то на ту сторону Дуная від нас. Egy tározóból rengeteg ilyen vörös iszap zúdult ki, nem csak ember lakott területekre, hanem szántóföldekre is. Így a prorévú dambe, значит, так звана червона глина залила і родючі землі, даже населені пункти навколишні. Ez a vörös iszap nevezető anyag, ez tele volt káros, nehéz fémsókkal. Dana červona hlina bula nasyčena ionami i elementami ťažkých metálů. És ami nagyon durva, hogy 12, 12 a pH-ja. Riveny pH dosahalo 12. Tehát ezt fertőtlenítésre szokták használni az ilyen pH-jú anyagokat. Takí rečoviny, jak deze, šo mají pH 12, c'est dla dezinfikovania i tak dalše, zastosovujú tú pobud. Ahogy itt látszik, minden élő világot tönkretett azokon a területeken, ahol érintkezett vele. Praktično devona vidbulasja, praktično ves živej svit istnuvanja praktično bulo 100% znišćeno. Azok a talajok, amikkel foglalkoztunk, azoknak a pH-ja 8-8,5 pH volt. I mi konkrétno na tých gruntách, kde počali vidnovľovania, tam pH skladalo 8-8,5. És megvizsgáltuk az élővilágát, a mikroorganizmusok számát. Így zvecsájna mi provírali na javnici cég hultát, és káás viszi viszi polenói na javnici mikroorganizmi. 68 és 200 ezer közé esik a számuk 1 gram talajban. Így jéknya kilkis na adegrám gruntú pálada viszi szák viszi, do 200 tisztegy stúk, saját duze praktično nezekretečnoho. A milliárdos nagyságrend helyett. Šo málo bute, no rívnya z milliárd stúk na adegrám. Mi adományként felajánlottunk ezeknek a területeknek a regenerálására a filazonitot. Наше підприємство в той час ми безкоштовно виділили необхідну кількість біопрепарату філозоніт для відновлення іменно цих площ. A kezelésnek az évében
ilyen kukoricát lehetett látni azokon a területeken. I praktično після обробки от бачите результат кукурудзи, що виросло на цих полях. A pH az 7-7,5 pH-ra állt be, amikor mi vizsgáltuk. Значит, після повторної перевірки стану ґрунту, значить, pH стало на рівні 7-7,5. A baktérium szám pedig a 68-200,000 értékről 8-8,5 milliós értékre emelkedett fel. Кількість корисних бактерій з кількості 68-200,000 на грам піднялося гай мільйонів. 8,5. Около 8,5 мільйонів штук на один грам. Nem tudom, mennyi időm van még, de nagyon szívesen megmutatom röviden, hogy mitől van ez. Mert ugye ezek mind nagyon szépek, és az én számból én mondhatok bármit, mert messziről érkeztem. І це звичайно гарно звучить із моїх вуст, бо ви подумаєте, я можу що завгодно казати, бо я приїхав з далека. De önök szakemberek, úgyhogy valószínűleg az érdekli önöket, hogy szakmailag hogyan van ez alátámasztva. Але оскільки ви фахівці високого гатунку, вас певно цікавить більш детально, як кажуть, що відбувається. Kétféle anyagunk van, és ebből az egyiket most nagyon gyorsan pár szóba bemutatom, hogy mi a háttere. Ugye ezek itt szármaradványok. Це у нас іменно рослинні рештки. Származványок ugye tele vannak szerves anyaggal, meg tele vannak ásványanyagokkal. Вони насичені як органічними мінеральними речовинами. A talajt, mint fizikális közeget, ugye a humus tartja össze. І з'єднуючи, як кажуть, центром ґрунту, це є міст хумусу і наявність його в ґрунті. Na de most, hogyha én minden évben növényt termesztek ezen a területen, az ugye szerves anyagot fog kivonni a talajból. Itt a vitnak a lövény intenzívben verásfél sorakú, itt a végzis gazdaszti kultúra, mert én azt hiszem, hogy itt a kiltis pavőnnek lecsolerészte a rúgtó. Ugye, hogyha én minden évben ezt a szerves anyagot, ami szármaradvány formájában visszakerül a területre, és én ezt nem kezelem megfelelően, hanem vagy leforgatom nagyon mélyre, vagy leviszem a területről. Як що після збирання і залишки стерні і інші продукти, значить, не основні, я тільки зароблю ґрунт без любої обробки, чи на меншу, чи на більшу глибину. Akkor a talaj állapot elkezd leromlani. І при цьому даже якщо це дослідити, то стан ґрунту буде погіршуватися. Hogy miért? А чого? Mert két nagyon fontos, alapvető tényező nem fog megvalósulni. Bo ne відбудуться два іменно визначаючі фактори. Az egyiket úgy hívják, hogy humuszképződés, humifikáció. Тобто практично буде відсутня гумифікація, тобто створення гумусу. Ugyanis a visszaforgatott szerves anyagból egyrészt humusz képződik. Оскільки по логіці із обратно повернуті в ґрунт органічні речовини мали би утворювати хумус. Ezzel tudom a talajom állapotát javítani. І цим я тільки можу покращувати сьогодні якість і стан ґрунту. Mind tápanyag felvételben, mind szerkezetben, mind vízgazdálkodásban. Це як і в питаннях водного режиму, так і в місту поживних речовин. A másik pedig a mineralizáció, ugye az ásványosodás, ásványi anyagképződés. Ez egy druhé важливий фактор, це є mineralizáció. Ez a két folyamat nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a talajaink elkezdjenek jobb állapotba kerülni. Якщо цих двох процесів, на жаль, не відбувається, ми ніяк не доб'ємося покращення наших ґрунтів. Viszont van egy probléma. Але є проблема. Ezekhez a folyamatokhoz nélkülözhetetlenek a baktériumok. І іменно для здійснення і нормального існування, щоб відбувалися ці процеси, необхідна відповідна ґрунтове життя, тобто наявність у ґрунті відповідних корисних бактерій. Szármaradványokat nem a nitrogén műtrágya bontja el. І повірте, що деструктуризації рослинних залишків не за рахунок азотних мінеральних добре відбуває. Ezek a folyamatok baktériumok nélkül nem mennek végbe. І ці процеси без участі бактерій практично не будуть відбуватися. Na de miért van szükség a filazonitra?
А чого ви тут виникає питання, тут при чому тут філозені до цього, як кажуть, то що сказано було? Azért van szükség rá, ugyanis a talajban ezek az alapvető baktériumok nagyon, állománya nagyon nagy mértékben lecsökken. За то потрібно, бо останнім часом наявність корисних бактерій у ґрунтах різко упала їхня кількість. Csak gondoljanak bele, hogy az elmúlt 50 évben folyamatos műtrágyázás, folyamatos kemikália használat, és sajnos nem megfelelő agrotechnológia van a növénytermesztés mögött. Якщо аналізувати діяльність в аграрному секторі в цілому, то бачимо, що неправильне застосування агротехніки, агрохімікатів і інших складових господарського виробництва, які призводять іменно до такого стану. Ennek köszönhetően ugye a talajok élő világa és a mikrobiológiai állománya az nagyon nagy mértékben lecsökken. I mikrobiologicznyi stan gruntiv u razy znizolozol tejže period. Na hogyan akarok én növényt termeszteni egy olyan talajba, ahol az élő világ, tehát a komplexitás az megborult? I jak mož hoću ja, bo ktoś inszy, vyrobljati efektivno, vyrošovati sysko-gospodarsku produkciju na takich gruntach, де вже рівновага порушилася і практично нема відповідного основи середовища. Що вона і розфірем önöknek? І маю дуже погану новину для вас. Mivel, hogy önökre figyelnek az emberek. І оскільки на вас орієнтуються виробники на ваші поради. Önöket követik az emberek. За вами йдуть за вашими рекомендаціями. Ezért az önök felelőssége az, hogy odaadják az embereknek a megoldást. I именно я бачу вашу відповідальність тут всіх, щоб людям довести вирішення цих питань, щоб могли вони ефективно працювати виробники. Ebben tudunk mi önöknek segíteni. І ми в цих питаннях хотіли і помогти, і співпрацювати. Az elmúlt 20 évünknek a tapasztalatait és tudásanyagát szívesen átadjuk önöknek. Mi velikim zadovoleniem možem podielitися i передати досвід роботи у цьому напрямку нашої підприємства на протязі останніх 20 років. Én szeretném megköszönni a figyelmet, és kora délutánig itt maradunk édesapámmal együtt, és nyugodtan feltehetik majd a kérdéseket. Я дякую вам за увагу і звичайно ми ще своїм майстром і Шандором Войда тут буде далі, якщо які питання в робочому порядку. Ми з великим задоволенням будемо спілкуватися. Дякую за увагу. Köszönöm szépen!